több hónapon át két vadásztársaság területén is illegálisan vadászott két férfi. A pápai rendőrök mindkettőjüket és segítőjüket is elfogták. Az elkövetők az adott területre vonatkozó vadászati jogosultság nélkül lőttek ki közel 100 vadat, melyeknek vadgazdálkodási értéke több millió forint. Mi is meglepődtünk, hogy gyakorlatilag egy ekkora volumenű dologról van szó. Ugye érkeztek be különböző információk a hatóságunkhoz, amik alapján lehetett következtetni arra, hogy itt egy orvadászat tevékenység van folyamatban. Ugye jeleztek gazdátlan lövéseket, valakik, erdőt járó emberek jelezték, hogy vad zsigereket találtak az erdőben, és gyakorlatilag ez alapján mondtuk le azt a következtetést, hogy itt orvadász tevékenység van folyamatban. Tudtuk, hogy nem kis pályások az illetők, tudtuk, hogy nagy információval bírnak, de az, hogy ilyen mértékű, ekkora tömegi van jelen, ilyen üzletszerűen ez már gazdasági bűnözés kategóriáját vonja maga után, és ki tudja, hogy még hány embert rángattak bele teljesen ártalmatlanul is bizonyos folyamatokba, úgyhogy kivitték vadászni illegálisan, stb. Stb. Nem lehet ezt tudni, tehát biztos, hogy még ennek lesznek következményei, de hát sajnos szembesülnünk kell ezzel a nagy volumennel is. Itt egy folytatólagosan elkövetett cselekményről van szó. Tehát a lopás érték határa, illetőleg a minősítő körülmények is annak tudhatók be, hogy gyakorlatilag ez nem egy cselekménnyel végrehajtott bűncselekmény, hanem egy folytatólagosan végrehajtott sorozatos lopásokból összeálló dolog. 2017 év végén több olyan információ került a pápai rendőrkapitányság birtokába, ami gyakorlatilag orvadászat vagy szervezet jelleggel elkövetett orvadászat jeleit mutatta. Ekkor rendeltünk el egy nyomozást, és gyakorlatilag hosszas tényfeltáró adatgyűjtő munka eredményeképpen sikerült a szervezet jelleggel orvadászat bűncselekményét, illetve persze mellette lopás büntettét elkövető személyeket azonosítanunk. Gyakorlatilag az egyik gyanúsítottnak a lakcímén végrehajtott házkutatás során sikerült lefoglalnunk egy vadmacska gereznát, illetőleg egy koponyát. A vadmacska Magyarországon fokozottan védett állat, az eszmei értéke 250 ezer forint. Gyakorlatilag ez szakértői vizsgálatot követően, amennyiben megállapítást nyer, hogy valóban vadmacskáról van szó, és a gyanúsított ezt úgy ejtette el, akkor azzal egy újabb bűncselekmény törvényi tényállását merítette ki, nevezetesen a természetkárosítás büntettét követte el vele. Örülünk annak, hogy ismételten Veszprémben sikerült egy ilyen nagy lélegzetű, nagy munkát áttölelő tevékenység után eredményes orvadászati tevékenységet megszüntetni, hiszen látható, hogy ez egy nem kis pályások voltak itt már az érintettek, és nem lehet tudni, hogy a szálak még hova vezetnek. A tettesek elfogásával gyakorlatilag a nyomozásunk egy újabb szakba lépett. Gyakorlatilag a későbbiekben több szakértő bevonásával fogjuk a nyomozást folytatni. A nyomozás menetében még egyrészt egy információszerzési szakban vagyunk, másrészt pedig rengeteg olyan kérdés van, amihez különleges szakértelem szükséges, tehát szakértő bevonásával kell a nyomozás további menetét folytatni. A jelenlegi állás szerint özbüntetésbe számolva akár 12 éves börtönbüntetés is kiszabható. Akár országos szinten is a rendőrfőkapitányságokkal, de megyei szinten itt Veszprém megyében, én úgy gondolom, hogy kiemelt a kapcsolat. Nem ez az első eset itt Veszprémben, ezelőtt egy éve hasonló lélegzetű nagy elfogás volt, most itt Pápa környékén, de dolgozunk mi közösen azon, hogy még feltárjuk a meglévőket, mert sajnos még vannak, de hát üzenjük mindenkinek, hogy utolérünk mindenkit, és meg akarjuk ezt szüntetni. A Veszprém megyei vadászkamarától is gyakorlatilag nem tudunk olyan kérést intézni feléjük, amire nemet mondanának. Komoly együttműködés van a tájegységi fővadászokkal, illetőleg a területünkön dolgozó szolgáltatót ellátó hivatásos vadászokkal is. Én úgy gondolom, hogy nekünk meg kell ettől a folyamattól, ettől a tevékenységről tisztulni. Mi azt akarjuk és azt szeretnénk, hogy Veszprém megyeiben, a Veszprém megyei kamarában, de országos kamarai szinteken is csak tisztességes, becsületes vadászok legyenek, tisztességes, becsületes szakmai személyzet legyen, és szolgálja a magyar vadgazdálkodást, és ne az orvadászatot.